Sziasztok! A mai Fitpointban az inzulinnal fogunk foglalkozni, valamint annak a jelentőségéről az emberi szervezetre nézve. Beszéljünk az inzulin érzékenységről, az inzulin rezisztenciának a kifejezéséről is, valamint arról, hogy miért kell és hogyan javíthatunk az inzulin Kezdjük magával az inzulinnal és annak a funkciójával az emberi testben. Az inzulin egy hormon, amely a hasnyálbirigyben termelődik. A glükóz felhasználása és tárolása a vérkeringésben pontosan az inzulinnak köszönhető. Az emberi test a szénhidrátot a táplálékokból nyeri, amelyeket az emésztőrendszerben glükózra bont le, és a vérkeringésbe juttat. Ahhoz, hogy a glükóz felszívódjon, inzulint bocsát a vérbe, és speciális sejtekhez fogja kötni. Ezért a vér magasabb glükóz szintje több inzulint is jelent egyben. Ez azonban nem az, az egyetlen feladata az inzulinnak, ugyanis jelen van még a fehérje és a zsír lebontásánál is, hogy a szervezet energiát tudjon ezekből nyerni. A szervezet az energiát nyeri, amely az inzulinnal köszönhetően szívódik fel. Ezért, a probléma akad az inzulinnal, a súlyos komplikációkat jelenthet az ember számára. Az inzulin hiányokáért a saját immunrendszerünk lehet a felelős, amely megtámadhatja az inzulin termelésért felelős sejteket. Egy másik nem kevésbé súlyos probléma során a sejtek nem tudnak a vérkeringésben lévő inzulinra reagálni, ez az állapot inzulin hívjuk. Az inzulinrezisztencia sajnos nem éppen egy ritka állapot. Az Egyesült Államokban például a lakosság 32,2%-a szenved inzulinrezisztenciában, miközben minden harmadik gyermek túlsúlyos, és a fiatalok esetében is ugyanúgy fennáll ez az állapot. Az inzulinnal kapcsolatban gyakran szoktak két kifejezést is emlegetni, amelyeket valószínűleg ti is ismertek. Az egyik az inzulinérzékenység, és a másik az inzulinrezisztencia. Az inzulinérzékenység azt jelenti, hogy a sejtek szó szerint érzékenyek az inzulinra, fel tudják használni és képesek szabályozni a vérkülkó szintjét. Az inzulinérzékenység minden embernél más és az életmódjuktól, az étrendjüktől és az aktivitás szintjüktől függ. Maguk is befolyásolni tudjuk, javíthatjuk az inzulinérzékenységünket, érzékenységünket, amelyen javíthatunk az egészségügyi állapotunkon és főképp csökkenthetjük a súlyos betegségeink kockázatát. Az inzulinrezisztencia viszont épp ellenkezőleg a sejtek bizonyos ellenállósága az inzulinnal szemben, amely ezáltal komplikálja annak felszívódását. Ez súlyos komplikációkhoz vezet, például elődiabétezhez vagy kettes típusú cukorbetegséghez. Ebből következik, hogy az érzékenység egy kívánt jelenség, míg az rezisztenciát szeretnénk elkerülni. Ahogy már említettem, a sejtek ellenállósága az inzulinnal szemben az életmódtól függően változik. Több tényező is létezik, amelyek a rezisztenciához vezethetnek. Például a magas vércukorszint lehet az egyik oka, hogy a sejtek miért nem reagálnak az inzulinra. További tényező a gyulladás és az oxidatív stressz, illetve a bél mikroflóra egyensúlyának felborulása, tehát a bakteriális környezet megzavarása és az emésztő rendszernek a felborulása. A testmozgás javít az inzulin érzékenységen, ezért annak hiánya szintén rezisztenciát okozhat. Egy másik kockázati tényező a 45 év felüli életkor, a cukorbetegség előfordulása a családban, a dohányzás vagy a magas szénhidrát tartalmú étrend. Biztosan érdekel benneteket, hogy hogyan ismerhetitek fel, hogy az inzulin rezisztencia keználatok fellépni. A legjobb bizonyítékot a vércukorszint tesztelésével kapjátok, de bizonyos tünetek is jelezhetik még az inzulinrezisztenciát. Ilyen például a derékbőség, ha a férfiak esetében 101,6 cm, és a nők esetében 88,9 cm felett van. Kockázatot jelent még a magas vérnyomás, pontosabban a 135-80 illetve az ettől magasabb érték. Az inzulinrezisztencia bőrkinövések formájában is megmutatkozhat és inzulinrezisztenciát jelez még, ha magas az inzulin szint, de magas a HDL koleszterin és a triglicerid szint is az éjgyomor esetén. Az említett tünetek a rezisztencia kockázatát jelenthetik, de ha biztosak akartok lenni a dolgotokban, keressétek fel az orvosatokat. Az inzulinrezisztencia egy állapot, amelyben sokkal súlyosabb betegségek, például elődiabétesz vagy kettes típusú cukorbetegség is alakulhat ki. Emellett más betegségek, például szívroham, az agyvérzés és a rák kockázatát is növeli. Az elődiabétesz ugyan még nem a kettes típusú cukorbetegség, de nem kéne azért könnyen venni. Nincs ugyanis semmilyen tünete, az esetleges tünetek közé legfeljebb a bőrsötételése tartozik például a nyak, a térd vagy éppen a könyök környékén. Az elődiabétesz egy öröklődő betegség lehet, de gyakori oka a nem elegendő testmozgás és a túlsúly is. Az említett betegségekben szenvedő emberek vércukor és inzulin szintje magas, ebből az okból pedig a szív- és érrendszeri megbetegedése kockázata merül fel. Az egészséges étrend és az elégséges testmozgás javít az inzulin érzékenységen, amely logikusan csökkenti a rezisztencia és más komplikációk kialakulásának lehetőségét. Az inzulinnal több probléma is felmerülhet, ugyanis az se jó, ha túl kevés van a vérben, illetve az se jó, ha túl sok. A magasabb mennyiségű inzulin esetén jelentősen csökken a vércukorszint, amely rohamhoz vagy eszméletvesztéshez is vezethet. Ez akkor történhet meg, ha az ember magasabb adag inzulint ad be magának. Az alacsony inzulinszint szint is problémát okoz, mert ha ennek a hatására nem szívódik fel a vérben lévő glükóz. A sejtek ennek következtében nem a glükózból nyerik az energiát, hanem a tartalékokból, méghozzá a zsírból és az izomzatból, amelyek hatására fáradtabbak lehetünk, és okozhat, és akár megbetegedésekhez is vezethet. Az inzulin hiány esetén a glükóz a vérben marad, és addig nő a szintje, amíg a vizeletbe nem kerül. Az emberekkor dehidratáltabbá válhat, mert a a több víz is kerül a vizeletbe, ennek eredményeként pedig gyakori vizelés lesz. Említettük az elődiabéteszt és a kettős típusú cukorbetegséget, de a cukorbetegségnek két típusa létezik, és jó tudni, hogy mi a különbség a kettő között. Az egyes típusú cukorbetegség egy olyan megbetegedés, amely során a szervezet nem termel inzulint, illetve keveset termel belőle, mert az ellenanyagok elpusztították a sejteket, amelyek az inzulint termelik. Az eredmény egy alacsony vagy közel nullás inzulinszint a szervezetben. Ebben az állapotban a glukóza vérkeringésben marad és nem szívódik fel. A kettes típusú cukorbetegséget két probléma okozhatja. A test vagy túl kevés inzulin termel, vagy bár eleget termel belőle, de az inzulin receptorok nem érzékenyek rá. Szerencsére az inzulin érzékenységünket javíthatunk, ezzel pedig megelőzhetjük az inzulin rezisztenciát és más problémákat is. Elsőként kezdjétek elegendő testmozgással, mert az edzés segít az izmok tárhelyére szállítani a cukrot, amelynek köszönhető javuljon az inzulin érzékenység hatékonynak mutatkozott az erősítő és az edzéseknek a kombinációja. Nem csak fizikai tevékenységekkel, hanem az alvással is képesek lehettek befolyásolni az inzulin érzékenységet. Az alvás hosszú tevú csökkenése magas kortizol szinthez, az pedig inzulin rezisztenciához vezethet. Nem szabad megfeledkezni a kiegyensúlyozott étrendről sem, de a legjobb megoldás az étrend tartós megváltoztatása és egy életmód kialakítása. Kiterült, hogy már a telített zsírok és a szénhidrátok politerítetlen zsírokra cserélése is javíthat a vércukor szinten. A kockázatos derékbőrséget már említettük, de ha szeretnétek javítani az inzulinérzékenységeteken és a túlsúly a akkor próbáljátok meg mielőbb lefogyni. Ahogy említettem, a legjobb, ha megpróbáltok tartósan változtatni az életmódotokon, de néhány tanulmány alapján léteznek olyan táplálék kiegészítők is, amelyek pozitívan hatnak az inzulinérzékenységre. A legjobb, ha megpróbáltok tartósan változtatni az életmódotokon, de néhány tanulmány alapján léteznek olyan táplálékkiegészítők, amelyek pozitívan hatnak az inzulin érzékenységre. A leghatékonyabbak a magnézium, a króm, az omega-3 zsírsavak, a rezverátról, a berberin és a probiotikumok fogyasztása. A probiotikumok és az omega-3 zsírsavak azok esetében hasznosak, akik túlsúlyosak, míg a cukorbetegségben szenvedők esetében a rezverátról lehet hasznos, amely például a szülő hiában található meg. A magnézium is az inzulin receptorokra és a cukortárolására hat a vérkeringésben. Az említett anyag a króm pedig a szénhidrát és a zsíranyag cseréjénél fontos. A megfelelő életmód és a mozgás nem csak a kisportolt testről és a fizikai szépségről szól. A fő funkciója az egészség megtartása. Mindenképpen jobb megelőzni a problémákat, mint akkor foglalkozni vele, amikor már késő. Ha felkeltette ez a téma az érdeklődéseteket, és szeretnétek bővíteni a tudásotokat, kattintsatok a videó leírásában található cikkre. Ha tetszett a mai FitPoint rész, dobjatok egy lájkot, és támogassátok egy megosztással. Hamarosan találkozunk a következő részben. Sziasztok!